szót jegyezzetek meg a mai előadásból, Panna Rider, és lássunk egy videót. Miért van energiájával ez a jármű meg tud tenni 1000 kilométert, és az 1000 kilométer megtételéhez szükséges energiát pedig megtermeli az a mennyiségű napcella, ami föl van téve a jármű tetejére és a jármű hátára. Én azt gondolom, hogy a közlekedéssel nagyon alapvető problémák vannak, mert óriási nagy tömegű járművekkel szállítunk nagyon kis terheket, hogyha az ember lecsökkenteni először is a saját tömegét, másodszorban pedig a járművének a tömegét, akkor sokkal hatékonyabban tudna közlekedni. Azonban egy olyan járművet szerettünk volna készíteni, ami az útviszonyoknak, a magyar kresznek és az egyéb előírásoknak is megfelel, és ezért aztán egy olyan járművet készítettünk, ami a kressz előírása szerint kerékpár, tehát kerékpárúton is tud közlekedni, és így kikerüli a dugókat. Még egy második videót is betennék, ami a Széchenyi futamon való szereplésünket demonstrálja. Magyarázata annak, hogy jól emlékszünk rá. Vezetés technikailag egy Igen, tehát ezzel a járművel most már gyakorlatilag 3 éve folyamatosan megnyerjük az összes alternatív energia meghajtású versenyt, amit Magyarországon rendeznek, és technikai érdekességként egy dolgot szeretnék elmesélni nektek, az pedig az, hogy hogyan lehet összehangolni egy napcellát, egy villanymotort és egy olyan akkumulátor pakot, ami ebben a járműben elhelyezkedik. A dolognak a lényeg az, hogy a napcella az olyan feszültséget fog előállítani, amennyire a nap rásít. És a ma használatos napcella vezérlők, ezek nagyon rosszul működnek, mert ezek mindig vagy 12, vagy 24, vagy 36, tehát egy megfelelő feszültség szintet próbálnak elérni. Holott erre semmi szükség nincsen, mert valójában a napcella optimális munkapontját kéne megkeresni. Erre mi építettünk egy olyan elektronikát, ami a cella feszültséget folyamatosan változtatja azáltal, hogy megnézi, hogy mennyi energiát lehet ebből kivenni, és hogyha ebből csak éppen 6 voltot vagy 8 voltot lehet kivenni, akkor 8 voltot vesz ki az optimális munkaponton. A második izgalmas kérdés, ez az akkumulátornak a töltése. A mai akkumulátorok, ezek úgy néznek ki, hogy lehet kapni 12 voltos, 24 voltos, vagy 48 voltos akkumulátort, azonban az akkumulátor, mint tudjuk, cellákból épül fel, egy cellának a feszültség az 3 volt, tehát hogyha azt oldanák meg, hogy 3 voltos lépésekben töltjük ezt az akkumulátort valamilyen módon, akkor ezt hozzá, éppen a termelt energiát hozzá lehet hangolni a celláknak az állapotához. És a harmadik pedig a motor, ami hajtja ezt a járművet. A motornak is attól függ, hogy milyen gyorsan megy a jármű, a fékezéskor vagy a gyorsításkor.
akkor a feszültséget kell előállítani, tehát hogy az akkumulátort valójában cellánként vezéreljük, akkor mind a fékezéskor, mind a nap energia hasznosításakor gyakorlatilag veszteségmentesen és transformálásmentesen lehet az energiát használni. Tulajdonképpen ez a lényege a találmányunknak, és ezzel sikerült ezeket az eredményeket elérni. Köszönöm szépen, várom a kérdéseket. Igen. Jelenleg több verzióban árusítjuk. Van egy kit verzió, amikor gyakorlatilag lapra szerelten megkapod a járművet, és neked kell összerakni. Ez 600 000 forint körül van. Van egy olyan verzió, amikor mi összerakjuk, de még nincsenek rajta a tetőbe integrált és a háttérbe integrált napcellamezők. Ez ilyen 1 millió forint körül van, és a full elektromos kivitel napcella integrációval ez másfél millió forint. Nem a magyar piacnak szánjuk a járművet. Tessék! Mennyit jártatok ez a feszültségjátékkal? 99%-os hatásfokkal tudjuk előre és hátra alakítani a villamosenergiát, ami a mi olvasatunkban egy nagyon jó helyzet. A cellánkénti feszültség kapcsolással gyakorlatilag csak azt az energiát veszítjük el, ami a ma kapható feteken a veszteség. Tessék? Fix feszültségnél mennyi az a veszteség, azon kiszámoltátok? A teljes feszültség, hogyha alakítjuk? Fix feszültségnél mennyi az anyag, mennyivel többet tud elégni, de fix feszültséggel? Hát itt igazából két probléma van, amit megnyertünk ezzel. Az egyik a hatásfok. A hatásfok az csak az egyik komponens, a másik pedig a tömeg. Tehát akkor, amikor transformálni szeretnél, akkor óhatatlan induktivitásokat kell betenni egy ilyen szerkezetbe. Itt kilowattos és néha 100 amperes áramok jelennek meg, tehát ezeknek a transformálása komolyabb trafót igénye. A jelenleg a jármű tömege 50 kg körül van, és ezt, hogyha karbonból készítjük el, akkor le tudjuk 30 kg köré szorítani. Tessék? A 600 000-ben az alapverziónak minden anyaga benne van, igen. Mekkora ez a vezérőelektronika? A vezérőelektronika be van építve, a boxban nem látszik, teljesen el van burkolva. Egyébként körülbelül mekkora? Hát egy nyák, néhány nyák. Mekkora a sebessége? 50 km per óra van ma maximálva, de sokkal többel is tud menni. Ez igazából csak feszültség függő. Mekkora a sebessége? Pontosan úgy szól a történet, hogy amekkora akkumulátor paka van benne, az határozza meg a maximális sebességet, és hogyha annál gyorsabban megy a jármű, akkor elkezdi visszatölteni a járművet. Tehát, hogyha az akkumulátor mondjuk 48 voltos, akkor mondjuk 48-szal tud menni. Ha 72 voltos, akkor meg 72-vel tud menni, utána már nem fog gyorsabban menni, hanem visszafogja. Tehát, hogyha lejtőn lefelé gurulsz, akkor elkezd fékezni és visszatölti. Fék van, mindenféle lámpával föl van szerelve, egy másik videóban meg tudom mutatni. Légzsák nincsen, borultunk már vele rendesen. Elég kicsi a kaszni, tehát nem repked benne az ember jobbra-balra. És ez ugye egy repülő, ez egy vitorlázó repülőgépnek az orra tulajdonképpen, amit itt láttatok. Igen, tehát szárny az nincsen, de igazából föl tudna szállni, ha nagyon akarnak. Ugye a másik, amit meg kell nyerni, az a légellenállás, tehát azt ugye tudjuk, hogy az embernek körülbelül, hogyha egy a légellenállási tényezője a kerékpáron, akkor egy áramvonalas formában ez 0,05 lesz, tehát 95%-ot meg lehet spórolni a légellenálláson. Tessék! Minek minősül a jármű? Kerékpár. Igen. És a második kérdésem, hogy Ha véletlenül felborul el az ember, mennyi az esély annak, hogy tönkre mennek a napelemek, mert azt hallottam, hogy azok elég sérülnek. Elmondom, milyen balesetek voltak. A borulás az ezeknél a járműveknél viszonylag gyakorian láthatok már ilyen versenyt, ott állandóan borulnak a járművek. Mi elég nagy terpesztéssel és elég alacsony súlyponttal dolgoztunk, de a magyar útviszonyok miatt nem nagyon lehet levinni a súlypontot, mert ugye patka meg egyebek, tehát nem szabad, hogy fölakadjon. A második típusú baleset, ez a frontális ütközés, tehát ugye egy kislány beült egy ilyen járgányba egy ilyen kiállításra, egyébként a gyerekek nagyon hamar
megtanulják, nagyon élvezik, az én gyerekeim is a kertbe szoktak vele rodeózni. Kislány tövig húzta a gázt, és kb. 30-40 km/h sebessége egy betonfalnak neki ment. A járműnek az orra, az eleje, minden teljesen szana széttörött. A kislány teljesen hibátlan karcolás mentesen kiszállt a járműre. Tehát egy biztonsági övet be lehet természetesen tenni. Nem tettük be a biztonsági övnek a pontjait, de be lehet építeni a karosszériát. Olyan kérdésem volna, hogy egy nyári napsütéses napon milyen sebesség mellett van nulla energiamérlegetek? Körülbelül 20 km/h. Többit a sörözés mellett.